Az Orfői Akvapark látható ezeken a korábbi felvételeken. A használaton kívüli létesítménynek ma már új tulajdonosa van. Ők nagy ingatlan fejlesztésbe kezdenek itt később. Azonban jön a nyár, ezért felmerült, hogy átmenetileg meg lehetne nyitni a strandot. Azonban ezt Péterfi Attila és a pécsi városvezetés nem támogatja, felesleges pénzkidobásnak tartják. A pécsi Fidesz frakció szerint a boszorkányüldözésbe fulladt sikertelen átvilágítás, illetve az önkormányzati média támogatása fedezni az újranyitást. Javaslatot tettünk Péterfi Attilának, hogy tegye fel a kérdést a pécsieknek, hogy mit szeretnének idén, fürdőzni az Orfői Akvaparkban, vagy pedig az ő fényképét, illetőleg ügyvéd barátjának a különböző sértegetéseit olvasni a propaganda médiában. Legyen bátor Péterfi Attila, kérdezze meg a pécsieket, és akkor meglátjuk, hogy mire szavaznak, és amelyik változat nagyobb támogatást kap, én azt gondolom, hogy arra kellene fordítani a pécsiek adóbefizetéseit. A teljes felújítás csak nem 200 millió forintba, míg a részleges megnyitás is csak nem 100 millióba kerülne. Erre a megállapításra jutott az Orfői Akvapark újranyitását vizsgáló műszaki jelentés, amit a pécsi városháza adott közre. Ezt azonban bőven fedezné a haveroknak kifizetett pénz a polgári oldal szerint. A javaslatot az áprilisi közgyűlésen újra előhozhatja a Fidesz, ugyanis 19-én üréseznek a pécsi képviselők.